Holisztikus gyermeknevelés címmel tartott a neveléssel és táplálkozással kapcsolatos előadás sorozata utolsó részét Bangó Krisztina, dietetikus dúla, a gyakorló anyukák és apukák kérdéseiket is feltehették a szakembernek. Ónodi Gergely az egyike volt annak a néhány érdeklődő férfinak és apukának, aki ellátogatott Bangó Krisztina előadására. A fiatalember ugyanis azt vallja, hogy egy édesapának is ki kell vennie a részét a gyermeknevelésből, amihez nem árt tájékozódni. Ritka ez, hogy apukákat is látni a Krisztina előadásain. Miért döntöttél úgy, hogy most eljössz? Igazából a feleségem erőszak volt rá, csak vicc volt. Nem ez egy olyan téma, amire én is így kíváncsi vagyok, meg nekünk is két kis csöpségünk van otthon, úgyhogy ez a téma így, ez igazán ilyen érdekesség lesz szerintem. Mit vártok ettől a témától, holisztikus gyermeknevelés, ugye ez az előadás címe? Hát igazából őszinte leszek, kíváncsi vagyok, hogy milyen témák lesznek, miről fog szólni. Hátra tudok olyan egy-két dolgot elsajátítani, amit mi is tudunk a nevelésben felhasználni, fordítani. Nálatok mennyire jellemző, hogy vita van a gyereknevelés kapcsán, vagy azért inkább a főcsapás vonalakban egyetértetek, mi a jellemzőbb? Igazából egyetértünk, egy hullám hosszon vagyunk a gyermeknevelésekben, kisebb apró ugye kilengések vannak, de lehet azt mondani, hogy nagy részben egy irányvonalat követünk, egy elméleti síkon vagyunk. A holisztikus gyermeknevelés kifejezés arra utal, hogy nagyon sok szempontból járja körbe a gyermeknevelés kérdését, erre törekedett előadásában Bangó Krisztina dietetikus dúla is. Evolúciós szempontokat is fogok felhozni bizonyos nevelési elvek mellett, akkor kutatásokat, hogy mi hogyan bukott már meg a társadalmi berendezkedésükbe, és hogy mi az, ami működőképes, és hogy hogyan nevelhetünk boldog gyermekeket. És röviden, hogyan nevelhetünk boldog gyermekeket, illetve mi az, ami működőképes, amit itt majd ki fogsz emelni az előadásban? A legfontosabb az lesz, hogy egy szemléletmód, tehát a gyermeknevelés egy újfajta szemléletmódot kíván. Azt a hitet kell félretennünk, hogy tökéletesek vagyunk, és mindent jól tudunk, és készen vagyunk. Ez nekünk is egy fejlődési út szülőként, és együtt megyünk ezen keresztül a gyerekünkkel, és a párunkkal együtt. Bangó Krisztina előadásában két könyvet ajánlott a szülőknek, amelyek segítségükre lehetnek a gyermeknevelés útvesztőjében. Az egyik az Elveszett boldogság nyomában, a másik a Nevelés mindennapi művészete című könyv.